A Vecsési Káposztafesztek egyik állandó eleme az a kiállítás, amelyet a Kultúrverein elnöke állít össze minden évben különböző témákban. Frivilt Mihály ezúttal a település térképein keresztül mutatja meg nekünk Vecsést. Be kell vallanom, nehéz minden esztendőre valami egészen egységeset létrehozni. Én úgy gondoltam, hogy egy néhány dolgot érdemes bemutatni akkor is, hogyha ezek már az interneten könnyedén elérhetők, mert talán egészen más hatása van együtt látni mközség a Vecsés község kialakulását bemutató térkép részleteket, mintha időnként egyet látok belőle. A másik, ami engem mindig foglalkoztat, az a Vecsés népességének a kialakulása, ez is egy érdekes téma. Aztán talán, ha már ez káposztafeszt, akkor egy picit a gazdaság indulásáról, tehát hogy a telepesek idejében mondjuk hogy működött a községnek a gazdálkodása, a természetes elsősorban a mezőgazdasága. Erre érdekes adatokat lehet találni egy Velmán Imre nevű úrtól, aki 33-ban feldolgozta a Grassalkovicsok gödöllői uradalmának a gazdaság történetét. Aztán a másik, ami foglalkoztatott, az, hogy vannak olyan szóra érdemes egykori vecsésiek. Sokat lehet tudni, de az emberek azért keveset tudnak róla, és ebből is választottam kettőt. Melyik a legrégebbi térkép, amit kiállított itt? Hát tulajdonképpen ezek térképmásolatok. Az első az Vecsés telepítése előtt 3 évvel született. Ezek katonai felmérések, 3 ilyen komplett katonai felmérés készült. Ebben nekem nagy segítségemre volt Eszényi Krisztián, aki falusi diák volt itt a faluban, és térképész lett. És akkor hallgató korában egyszer összetalálkoztunk valamilyen adatra volt neki szüksége, és ez a kapcsolat nekem most gyümölcsöző, mert amihez nehezen jutnék hozzá, azt Krisztiántól meg szoktam kapni. Így a katonai felmérések térképeihez is van neki köze. Ezek érdekesek, mert nem csak azért, hogy Vecsés hol van rajta, hanem a katonai felmérés hivatkozik arra, hogy mely települések léteztek már. A második különlegesen érdekes, én gyerekkoromban hallottam igen idős emberektől, hogy valamikor a vecsési gazdáknak az istálóba kellett egy helyet biztosítani a katonalónak. Sőt, a katonának is egy szálláshelyet, és a második katonai felmérésen Vecsésről pontosan feltüntették, hogy hány lovat köteles befogadni, hány katonát. Na most az egykori elbeszéléseket így konkrétan viszont látni, ez nekem is élvezet volt. A többi az jóval későbbi, a legutolsó pedig azért érdekes, mert az Vecsésnek a 1945-ös határait mutatja. Talán azt is kevesen tudják, hogy akkor igazából a béketérig, az 50-es villamos végállomásig ez Vecséshez tartozott. Most ez a térkép azt mutatja be, amikor még a teljes repülőtér Vecsés közigazgatási területe volt. Aztán később ezt elcsatolták. A legenda szerint a 2-es terminált és a kifutó pályát is egy ügyesen megfogalmazott országgyűlési határozat majdnem, hogy elcsatolta, de éber képviselők ezt észrevették, és ez még ma is Vecséshez tartozik. Tehát ezt a két példát tudom, ezt ölelik fel a térképek.